Lényegében először is csak annyit mondok, hogy ott szerettem volna folytatni, ahol Szombathelyen abba hagytuk. Lényegében sikerült is, és a Balázs mindent elmondott, és most ebben az esetben tényleg nagyon rövid leszek, mert nincs miről beszélni. Én együtt érzek a Balázsra, mert azért edzők vagyunk, és azt hiszem, hogy most lehetne nagyon sok szépet mondani. Én azt mondom, hogy gratulálok a csapatomnak. Nagyszerű győzelem volt, de a másik oldalon nagyon remélem, hogy a Balázs a csapatával föl tud állni, ezt az eredményt nem megmagyarázni kell. A Balázs elmondta, hogy mi volt, kihasználtuk a lehetőségeket, utána azt játszottuk, amit tudunk. Voltak hibánk a játékban, de mindenféleképp azt szeretném mondani, és még egyszer hangsúlyozom, hogy együtt érzek a Balázzsal, és kívánom neki és a csapatának, hogy minél hamarabb újra talpra álljon, és remélem, hogy azok az eredmények, amit az edzői pályafutása alatt elért, ugyancsak az NB2-be, Kecskeméten és most Diósgyőrbe, ezek után csak pozitív irányba fog menni, és még egyszer hangsúlyozom, edzők vagyunk, és szeretném, hogyha ezt a kollegialitás a fair play szellemével megmaradna. Ezért nem szeretnék semmi olyat nyilatkozni, ami esetleg valakinek fájna. Gratulálok csapatomnak is, és remélem, hogy minden folytatjuk, remélem, hogy ott felállunk.